Futballláb Trophy Tatán. A Futballláb, vagyis Lencse Balázsék szervezésében felnőtteknek és gyerekeknek is szerveznek tornát. Ez a 15 éve működő szervező csapat elsősorban utánpótlás tornákat szervezett és szervez a mai napig. Így volt ez hétvégén is. Tata adott otthont az országos utánpótlás teremtornának. A labdarúgó tornát ugye a Lencse Balázsék almásvízitőről szervezik időre, időre. Nagyon komoly megmérettetés minden csapat számára. Szinte az ország egész területéről érkeznek különböző korosztályból csapatok, és egy élmény igazából nézni is a gyerekeket, irányítani is őket, tehát mindenféleképpen tanulás, és hogy elnézzük, hogy hova lehetne eljutni, hol tartunk, hogy ez mind ilyen, szeretünk eljárni, hogyha lehetőség van rá. Mely csapatokkal van a B csoportban itt a TAC? Hát ebben a csoportban ugye hat csapatos ez a csoport. Ha jól emlékszem, itt a Kőszeg, a Győrújbarát, Sárvár, Mészőfocisuli, Kecskemét csapat ellen. Hogyan szerepel most a csapat? Hát amatőr csapatként, ugye azt gondolom, egy ilyen Mészőfocisulival nagyon nehéz felvenni a versenyt, de jó látni, hogy játszanak a gyerekek. Az, hogy mi hol tartunk, jelen pillanatban azt gondolom, itt a körzetben, ugye a Bozsik rendszerben vesznek részt ezek a gyerekek hétről hétre, illetve egy őszi bajnokság során 5 alkalommal, tavasz 5 alkalommal. Sajnos itt a téli Covid helyzet miatt nem tudunk részt venni teremtornákon, mert az labdarúgó szövetség nem tudja megszervezni, ezért ez az egy lehetőségünk volt, hogy itt részt vegyünk. Hát ez a középmezőny, de nagyon hiányzik nekünk is az, hogy hétről hétre megmérettetésbe legyenek része a gyerekeknek, mert akkor fogunk tudni a legjobban fejlődni. És esetleg a szezon következő részére, ez a második felére tudnak-e már készülni, mikor kezdődik a felkészülés? A gyerekekkel jövő hét 2-től kezdjük meg az edzéseket. Jelen pillanatban a teremedzéseket folytatunk heti 3 alkalommal, 3x1, illetve másfél óra, mikor mennyi lehetőséget kapunk. Ez egészen addig fog működni, amíg az időjárás, illetve a fényviszonyok is olyanok lesznek, hogy már ki tudunk menni kültérre majd edzeni. Onnantól kezdve is próbáljuk meg ezt a heti 3 alkalommal tartani, és akkor márciustól indul, ha jól tudom, a Bozsik tornák újabb külső helyszínen való szervezése. Összességében, hogy itt most elnéztem, és minden csapatra vonatkozik természetesen. Hát itt, ahogy említetted is, ugye azért a Mészőfocisuli egy másik kategória sajnos most jelen pillanatban. Viszont láttam itt ilyen nagyon csodálatos védéseket is, akár itt a kisfiúktól. Mi az elvárt szint most jelen pillanatban nálatok? A kapusokkal külön kapusedző foglalkozik nálunk Csorba Zsolt személyébe. Azt gondolom, hogy a kapus szinten nagyon jól állunk, tehát tényleg nagyon sok ügyes kapusunk van. Nyilván nekik is van hova fejlődni, nekik ilyen heti egy alkalommal van edzésük, de látva a többi csapatot nincs nagyon nagy lemaradásunk ezzel kapcsolatban. A másfizitői szervezésben, de Tatán, éppen a Mészői Focisuli is, hát hogyan látja ezt a Futballláb Trophyt, mi is ennek most igazából a lényege? Hát a játék lehetőséget biztosítják most a számunkra, illetve hát a meghívott csapatoknak. Hát azt hiszem 3-4-5 éve járunk ezekre a tornákra. Nekünk az egy fontos szempontot Budapesten, hogy minél több olyan csapattal találkozunk, akivel rendszeresen nem tudunk, és ezért a Mészői Focisuli önmagában sokat jár vidékre. Külföldre is egyébként, de vidékre is, hiszen most játszhatunk életünkben először a Sárvárral, most fogunk a következő meccsen a Kőszeggel, tehát olyan Győrújbaráttal, tehát teljesen új csapatok bukkan föl, ami a gyereknek egyébként nagyon jó, hogyha még akkor is, hogyha mi egy picit kilógunk fölfele ebből a szempontból, de kifejezetten jót tesz az a gyerekeknek egyrészt, hogy megbecsülni mindenfajta ellenfelet, és szerintem jót teszünk az ellenfeleinknek is, mert találkoznak egy sokkal gyorsabb, pörgősebb iramú focival, és a Mészői Focisuli egyébként azt hiszem 6 korosztályba nevezett erre a tornára, tehát a délelőtt a 2012-eseink másodikok lettek, mi most haladunk mi is, hogy valahol ott a dobogó környékén legyünk, és holnap is jövünk több korcsoporttal. Igen, hogyan látta eddig a mérkőzéseket itt a mostani korcsoporttal? Ugye mi a gyerekeket alapvetően labdarúgóvá szeretnénk képezni, azokat, akiket idehoztunk. Sok olyan gyerek van nálunk, aki csak szereti a focit, ők az úgynevezett bázis csapatainkban pallírozódnak, de itt az inkább az ügyesebbek jönnek el a vidéki és a külföldi versenyre. Tehát az már nálunk is erőforrás megmozdítása buszokkal, szülőkkel és mindennel együtt összefogva. Tehát
ezen a tornán is, amikor idejövünk, akkor Magyarországon minden nagy képviselőnekre azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen tornákon mi mindig a dobogó közelben vagyunk. Tehát nem jó a magyar utánpótlás képzés. Mi ezt mondjuk folyamatosan, 12 éve mutatjuk meg, hogy szerintünk, hogy lehet egy kicsit jobban csinálni. A legtöbbször, de mivel ez a januári első hétvégére esett, most ezért nem vagyunk itt fiatalabbakkal. Tehát ha mondjuk most ez egy február 5-i torna, akkor itt most minden korcsoportban az egy éve fiatalabbjaink jönnének. Mert nem megnyerni szeretnénk ezeket a tornákat, hanem őket olyan kihívással állítani. Tehát nem lebecsülve az eddigi mérkőzéseket is, de lassú az iram. Azért kezdtem azt el, hogy labdarúgókat akarunk, a kispálya minket már úgy különösebben nem érdekelne, de képzésnek télen technikailag megoldani kis területen kijönnek a hibák. Ha nem tudsz jól labdát kezelni, vezetni, jól passzolni, abban a pillanatban kimegy a labda, rengeteget áll a játék. Tehát én jobban örülök egy edzőmérkőzésnek a Műfűvön, ahol már 6+1-ben, 8+1-ben játszok ilyen korosztályú gyerekekkel, de az élmény viszont ezeknek a gyerekeknek is kell, tehát amikor eljön, látja, hogy versenyképes, látja, hogy szép gólokat tud rúgni, ezelőtt fölvehettek egy párat. Nyilván ez itt lévő szülőnek és az a gyerekeknek ez egy jó, ezért szeret focizni. Azért meg nem haragudtatok rájuk, hogyha jobbak általában a korcsoportjaiknál, én inkább mindig azt üzenem a kollégáknak, hogy próbáljanak meg hasonló gyerekeket ilyen értelemben megtalálni és fölnevelni. Igen, mert egyébként mi is lehet a titok, mert hogy az előbb említette, hogy próbálják megmutatni mindig az ilyen tornákon, hogy lehet ezt így is, de hogyan? Hát nézze, most erről akkor holnap estig tudnám mondani, de ha nagyon röviden kell, akkor egyrészt a nagyon intenzív versenyeztetés, tehát ezek a gyerekek nagyon rutinosnak számítanak. Tehát itt most találkozhat olyan gyerekkel, aki annak idején játszott a Paris Saint-Germain ellen, játszott a Tottenham ellen, játszott a Marseille ellen, tehát olyan nagy múlt és világhírű csapatok utánpótlásaival is versenyeztetjük ezeket a srácokat. Tehát összességében ha a gyerekeket idősebbek ellen játszatod, ha a gyerekeket mindig a saját maga legyőzésére oktatod, és a sok nemzetközit adsz, akkor ez az egyik része. A másik, a maga az utánpótlás képzés nálunk az egy az egyre megy. Legkisebb kortól kezdve le kell tudnia venni mindenkinek egy embert, és ha most valaki megnézi a mi játékunkat, akkor azt látja, hogy szinte bármely gyerek kicselezi a másikat. És hát ez abból fakad, hogy ezt tanulja. Ezek a gyerekek ugyanúgy lejöttek, mint lejön a tatai, lejön a sárvári, vagy lejön a kőszegi kisfiú. Neki is valamit oktatnak, ennek is oktatnak valamit, ő azt hiszi, hogy ez a futball, az meg azt hiszi, hogy az a futball. Amikor találkoznak, kiderül, hogy melyik van esetleg előrébb, és a végeredményt hirdetni se tudunk ma még, ebből a szempontból, hogy ki tud jobbat vagy rosszabbat, de mondjuk mi az országban nagyon, nagyon produktív egyesületnek számítunk, tehát hihetetlen sok gyerekünk játszik NB szinten az utánpótlás bajnokságokban, pontosan azért, mert olyanok a srácok, hogy bárki, bármelyiket most innen is elvinni, szívesen játszhatnám, mert azt mondaná, hogy jó, jobb, mint az enyém. Ha ez lenne az alapkoncepció minden klubnál, hogy tudnák, hogy mit kell oktatni, és azt következetesen végigvinni, sokkal jobb lenne a magyar foci. Én ebben látom egyébként a hibát, de nem, tényleg nem tud nagyon más tenni, mint ahogy oda megyünk. Mindenkinek elmondjuk, hogy szerintünk miről szól, mindig megmutatjuk, hogy sportszerű a csapatunk, de egyébként meg látványosan jól, ügyesen futballozik, és akkor először azt hiszik mindig, hogy idősebbek vagyunk, és akkor volt már olyan, hogy azt mondták, hogy idősebbeket hozunk, és megmutattuk, hogy fiatalabbak, nem idősebbek, fiatalabbak, mint a korcsoport, csak tudnak jól futballozni, amire büszkék vagyunk persze. Igen, egyébként vagy egy foci, vagy egy akadémia, az nagyon nagy löketet jelent, egy nagyon nagy alapot jelent a kinevelendő focisták számára, és itt azt is lehetett látni, hogy gyakorlatilag olyan rutinjuk van, hogy nem ijednek meg, és mindig mondják, hogy egy vizsga előtt is kell az iszonyatos nagy rutin. Na de milyen a csapategység a srácok között? Én edzőként és ugye szakmai vezetőként próbálom a kollégáimat is óva inteni attól, hogy csapatokat építsünk. Tudnék, ezek a gyerekek egyik héten nálam játszanak, aztán valaki elviszi őket és máshol fog játszani. Tehát akkor én állandóan a dugámba dőlnék, hogy mi van a csapatommal, hiszen állandóan el akarják vinni a gyerekeimet. Tehát mi arra neveljük a gyerekeinket, hogy helytálljanak bármilyen körülmények között. Tehát a pálya bármely szakaszán, bármilyen ellenfél, bármilyen bírói felfogás, bármilyen időjárási körülmény, bármilyen pályatalaj, ahhoz alkalmazkodjál, és ez által kerekedjél felül. És hogyha van 4 jó gyerekem, akkor marha jó a csapatom. Máshol úgy kezdik, hogy ki akarják alakítani a csapatot, és nem egyénileg képzik a játékosokat. Tehát sok a játékos jó csapatot fog alkotni. Ráadásul mi most itt 4+1-et játszunk, ha most ugyanezek ellen a csapatok ellen fölmennénk már most a 8+1-be, még durvább lenne már a különbség, hiszen nekünk a mögöttük lévők is jobbak. Ugye, máshol esetleg összerak
aki a szegény, azt a ütőképesnek tűnő 4 plusz 1-ért, de nincs, aki a helyére lépje, mert keveset játszatja azokat. Tehát én csak azt tudom mindenkinek javasolni, hogy AB csapatok együttes működtetése, versenyhelyzet a klubon belül, ez nagyon fontos, és minden gyereket minden hétvégén játszatni. Tehát nálam, aki ma itt nem játszik, az holnap megy egy másik tornára, ugyaneben a korcsoportban, és akkor így az, hogy nem kerültél be a Jobbik csapatba, harcolj érte, tegyél érte, de a focit nem veszem el tőled, te ugyanúgy tagdíjfizető vagy, nálunk vagy, elviszlek, és te is fejlődsz, és minden egyes héten és minden egyes edzésen megmutathatod, hogy téged kellett volna vinni a Jobbik csapatba. Ez a gyerekeknek egy nagyon jó fejlesztő játék lehetőség nincs elvíve, és aki egyszer majd belép a profi körbe, az meg az egész élete erről fog szólni. Világhírű játékosok ülnek a padon, a válogatott szinten, vagy a Chelsea-be, Dortmundba, vagy a Bayern München-be. Tehát azoknak is, és tudnak futballozni. Itt meg még arról beszélünk, a 8-9 éves gyerek, és a szülő elcsodálkozik, hogy a gyereke nem kezdő. Hát igen, igen, tegyen érte, és akkor többet fog kezdeni. Tehát szerintem a világ legszebb és a legnépszerűbb sportágáról beszélünk. Ez a labda elbűvöli az összes gyereket, ezen keresztül mindent meg lehet tanítani nekik. Pontosan az, hogy egyszerre viszem a hátamon a csapatot, és egyébként alárendelem magamat neki. Tehát iszonyatosan jó fegyver a kézben, és én tudok is élni ezzel, mert tudom, hogy a gyereknél van tekintélyünk. Ma kevés a pedagógusban, a férfi, stb. Tehát szerintem nagyon jól lehet a labdarúgáson keresztül embereket nevelni. Olyan fiúkat, akik később civilként is megállják a helyüket, mert a nagy többségében nem lesz futballista, de az értékrendet azt végig lehet vele vinni ezen a szép játékon keresztül. Örülök neki, hogy említette ezt, hogy lehet, hogy valaképpen nem lesz kezdő azon a mérkőzésen, de hogy tegyen érte. Mennyire motiváltak most a fiatalok, hogy hogyan látja, hogy tesznek is érte egyébként? Plusz azért tegyük hozzá, ez a kis EB-s szereplés így válogatott szinten szerintem így nagyon sok mindenkinek meghozta a futball iránti kedvét. Ugye hát 100-ból 9 gyerek sportol, annak a fele 5 futballozik. Ez a nagy átlag. Tehát ha az egészet nézem, akkor barhára nem, a gyerekek nem jönnek el egyáltalán sportolni vagy focizni. Aki már lejön, akkor megint az lesz a kérdés, hogy hol nevelkedik, hogy ott az az értékrend, és ezt ismertetik meg vele, vagy biztos helye van, mert ő egy ügyesebb, és a másikkal nem törődnek. Tehát ezt én ebben nem nagyon tudnék általánosítani. Egyébként idén vettem észre, a 16-os EB után nem volt ilyen, most a 20-as ellen nálunk is több gyerek jelentkezett egyébként, tehát jó érzés volt abból a szempontból, hogy egy picit duzzadt az általános létszám, tehát ilyen értelemben a magyar válogatott, főleg a válogatottnak és a profi csapatainak a helyzete, vagy a szereplése, kihatása van nyilvánvalóan az utánpótlása is. A koronavírus járvány mennyire határozta meg például az önök munkáját, mennyire befolyásolta? Eleinte nagyon, mint mindenkit, mert teljes leállás volt. Mi akkor online nagyon erősek voltunk, tehát otthon a gyerekeknek nagyon sok programot valójában megtettünk, edzéseket tartottunk kamerán keresztül, és erősítettek a gyerekek, elméleti feladatokat oldottak meg, tehát akkor jó. Utána igazából a labdarúgás védetté vált, és végig a versenyeztetés fönnmaradt, és a gyerekek immunrendszere is jobb, nyilván sok covidosunk volt nekünk, és mi megpróbáltunk együtt élni ezzel a helyzet. Ma már azt mondom, hogy minket annyira nem zavart meg, vagy nem vetett vissza. Az U11-esek között a csoport negyedik helyén végzett a TAC.